Az ország 40 pontján lépnek fel a virtuózók, a feszített tempójú koncertsorozat és a nagy érdeklődés igazolja, érdemes volt próbát tenniük a jelentkezőknek a műsorban, azóta ugyanis szó szerint kitárult előttük a világ. Sándor Zoltán például nemrég tért haza Ázsiából két virtuóztársával, Boros Misivel és Kéringer Dáviddal. Nagyon sokat köszönhetünk a virtuózóknak, rengeteg koncertfelkérésünk van, ugye bár én most érkeztem haza Japánból, kint volt 2 darab újévi koncert, amik nagyon jól sikerültek. Játszottam Tokióban, és Oszakában a Symphony Hallban is, amit nagyon nagy dologra tartok, és nagyon köszönöm azoknak, akik eljuttattak oda, és játszhatok ott. Demeniv Mihály számára szintén pozitívan alakultak az elmúlt hónapok. Azután nagyon sok fellépés volt, nagyon hát a nyáron például gyakorlatilag majdnem minden héten együtt voltok, már majdnem egy család. Ami megváltozott mondjuk harmonika szempontjából, szerintem nagyon érdekes, értékes volt ez a virtuózok műsor, mivel hogy ez első komoly zenei tehetségkutat a műsor, és harmonikát Magyarországon úgy vettem észre, hogy leginkább a könnyű stílus vagy népzenéből ismerik, és ez így adott egy lehetőség, hogy harmonikának egy komoly átoldalát is megmutathassam. Úgy látom, hogy sokan szoktak oda jönni koncert után fellépés, vagy hallottak a harmonikát, nagyon megtetszett, és elkezdtek harmonikázni, zenevel foglalkozni, és úgy érzem, hogy kezd ismertebbé fejlődik a harmonika Magyarországon, és örülök, hogy ebben az én részem is benne van. Idén Zeneakadémia 5. éves hallgatója vagyok, és idén fogok diplomázni április 28-át Zeneakadémia nagy termében, ahova mindenkit sok szeretettel várok. Harmonikával mondhatnám születésem óta ismerkedtem meg, mivel hogy mindkét szülöm harmonika tanár, harmonika művész, és mindig hallottam otthon harmonika szót, és 4 évesen viszont volt az az időszak, amikor így felháborodva megkérdeztem, hogy mikor lesz már saját hangszere, meg hogy már ilyen idős vagyok, és még mindig nincsen hangszere, mindenkinek van körülöttem, és akkor kezdtem el ismerkedni a harmonikával, egy oktávos harmonika volt, hogy érdekes volt, már senki nem mondta nekem, hogy a zenével vagy egyáltalán harmonikával foglalkozzak, és valahogy nem is volt kérdés számomra, érdekesnek találtam, és ezzel foglalkoztam. És hogy miért éppen harmonikát választottam, így utólag visszanézve, hát a harmonikát más hangszerekkel összehasonlítva, van benne jobbkéz billentyűzet, gombok, légszekrény, regiszterek, meg mindenféle más a hangzása, és gyerek szemmel egy nagyszerű játékként is fel lehet fogni. Egyébként a harmonikára, a hangzására már többen is szoktak mondani, hogy a koncert után odajönnek, és vagy például egy csukott szemmel hallgattak, és most nem tudtak eldönteni, hogy most hegedű, vagy zongor, vagy bármilyen más hangszer szól. Egyszer gyakoroltam a nagyteremben az iskolában, és valaki kintre bekopogott, és meglátta a harmonikát, és odálkozott, hogy most hol az a nagy zenekar, ami kintről kihallatszódik. Liszt Ferenc jut ilyenkor eszembe, ő is mondjuk zongorára úgy gondolkodott, nem mint egy szóló hangszerként, hanem egy egész zenekart látta benne. Gyakorlatilag harmonikán bármit el lehet játszani, ha több. Hát a stílus, meg olyan, mint egy nyelv, szerintem minél több nyelvet birtokol egy ember, annál jobban ki tudja fejezni magát. Szeretem a
a klasszikus zenéket, könnyű, jazzt, és egyébként a harmonikára írt darabok eleinte voltak, ami átiratok voltak a már meglévő darabokból, például zongora kották, később kezdték már direkt erre a hangszerre írni, és a legutóbbi időben érdekes, már meg is fordult, néha így elkérik a kottát, hogy csináljanak átiratot mondjuk zongorára. Csabai Zsuzsanna Doppler Ferenctől és Astor Piazzolától választott darabokat a kanizsai koncertre. Nagyon szeretem mind a kettő darabot, illetve ugye a Magyar Kultúra Napja van most, és ez a magyar fantázia abszolút szerintem illik ebbe a körbe. Nagyon jó csapat alakult ki így a backstage-ben, és nagyon élvezzük ezeket a koncerteket. Rengeteg tapasztalatra tehetünk szert mindannyian, úgyhogy abszolút csak pozitívan tudok vélekedni ezekről a napokról. Most, hogy így 5. éven vagyok a Zeneművészeti Intézményben, így egy kicsit könnyebben, mint amikor múlt évben érettségiztem is. Az egy húzósabb év volt, de most egészen jól sikerül ezt egyeztetni. Rigó Ronalda már végzett egyetemisták közé tartozik, 2014-ben kitüntetéssel diplomázott zongora művész szakon. Nagyon sok koncertfelkérést kapok, amire nagyon büszke vagyok, hisz a klasszikus zene egy picit úgy lehet mondani, hogy háttérben van szorítva, de ennek a műsornak is köszönhetően egyre jobban érezni, hogy elő és elő kerül. És ahogy a mai est folyamán is telt házunk lesz, szóval erre tényleg büszkék lehetünk. A közönségnek olyan magyar műveket, illetve olyan magyar zeneszerzőktől fogok játszani, mint például Liszt Ferenc és Bartók Béla, és nagyon-nagyon büszke lehet a magyar nemzet, hogy ilyen zeneszerzőink vannak, tehát erre is külön szeretném felhívni a mai est alkalmából a figyelmet, egy transzcendens etüddel és a két román tánccal Bartók Bélától. Nagyon fontos, hogy megemlékezzünk, és nem csak a Magyar Kultúra Napjára, hanem, mint ahogy említettem, a magyar zeneszerzőkre is, magyar nagy előadó művészekre, mint például Cifra György, akinek január 15-én ünnepeltük halálának évfordulóját, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket mindig számon tartjuk. Nagyon nehéz a zongoristák helyzete, mindig egy új hangszert kapnak, ehhez alkalmazkodni kell, és ebben is kijön a zongoristáknak egy bizonyos tehetsége, hogy ki mennyire tud alkalmazkodni, felvenni azt az atmoszférát, hogy mit lehet kihozni egy hangszerből, illetve a teremnek az akusztikája. Egy művésznek mindig alkalmazkodni kell.